Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját a Sárospataki Árpád vezér gimnázium. Ennek részeként az oktatási intézmény első rajztanára, a ma már nyugdíjas Frimmerni Ignác Marianna művésztanár kiállítását nyitották meg. Mint elhangzott, közel 15 évig volt meghatározó oktatója a gimnáziumnak. Ő volt az, aki megálmodta azt az iskola galériai működést, amely most már 25 éve évről évre befogadja az iskola falai közé a környék, illetve a tágabb térség tehetséges képzőművészeit, illetve lehetőséget teremt az iskola tehetséges diákjainak is megmutatkozni. Marian volt az, aki 1993-94-ben ezt kitalálta, megálmodta, és neki köszönhető, hogy olyan alapokra helyezte, amelynek eredményeképpen ő ugyan már 9 éve nyugdíjba vonult tőlünk, de azóta is folyamatosan működik ez a kiállítási rendszer. Könnyű dolgom volt, mert a nulláról kezdtük, de emiatt nehéz is volt, hiszen az irányát az oktatási területemnek nekem kellett meghatározni. Emlékezett vissza a kezdetekre a művésztanár. Azt is elmondta, úgy látta az évek során, hogy a tehetségek halmozódnak, viszont fontos, hogy a fiatalok kellő időben kapjanak támogatást, így későbbi pályájuk során sikeresek lehetnek. Rajztanárok, iparművészettel foglalkozó, képzőművészettel foglalkozó tanítványaim az ország minden részén. De például olyan, hogy a kézügyességnek igen nagy szerepe van abban is, hogyha például orvosnak megy valaki, hiszen a térlátást megtanítani, az egy nagyon fontos dolog, hogy érezze, mi van elől, mi van mögötte, és a pontosság, a precizitás az szintén egy nagyon lényeges dolog ebbe a szakmába, és hát azt hiszem, hogy sikerült sok gyereknek nem csak a szemét felnyitni, hanem élményekben gazdag diákéveket szerezni. A gimnázium jubileumi kiállításán tucatnyi képet láthatunk, és szinte minden alkotói technikát felvonultatott a tanárnő, mert ő azt vallja, a téma határozza meg, hogy egy kép olajfestmény, vagy éppen pasztelkép lesz. November közepéig látható Frimmerné tanárnő kiállítása a gimnázium aulájában.